A makói egészségfejlesztési irodai már 5 éve dolgozik azon, hogy segítsen a lakosságnak odafigyelni testi egészségére és karbantartására. Tavaly május óta bővült ez a szolgáltatás egy projektnek köszönhetően a lelki egészségfejlesztéssel. A Boldogság Világnapjához idén első alkalommal csatlakozott a makói iroda is. A rendezvény célja, hogy felhívják a figyelmet a jó közérzetről való gondoskodásra. Az érdeklődők 3 állomáson keresztül fordíthattak nagyobb figyelmet a pozitív szemléletre. Aki belép ide, az már egyből a megérkezésekor választhat, a regisztrációt követően természetesen egy ajándékhűtőmágnest, ami egy pozitív idézetet tartalmaz. Ezt követően tovább fáradhat, és felírhatja a Boldogság falunkra, ami egy ilyen közös alkotás lesz, felírhatja, hogy mi az, ami őt boldoggá teszi, mi az, ami számára jó közérzetet biztosítja a hétköznapokban. Innen tovább haladhat, adunk a résztvevők számára egy hálanaplót, ami egy nagyon fontos eszköze annak, hogy a pozitív érzéseinkhez könnyebben hozzáférhessünk, illetve itt a Boldogság bödömből lehet majd húzni, ahol szintén pozitív idézetekkel, pozitív gondolatokkal találkozhatnak a résztvevők. Megfogalmazhatták, hogy mit kívánnának a mai gyermekeknek, hogy hogyan legyenek boldogok. A rendezvény része volt még a jóga is. Köztudott, hogy ennek a mozgásformának és a mindennapos gyakorlása önmagában is hasznos. Javítja az egészséget, jó közérzetet teremt, mentális megtisztulást hoz és az életminőség javulását eredményezi. Ma egy nagyon könnyű, lazító jogát hoztam, egy stresszoldó órát. Valójában a Boldogság Világnapjához kapcsolódóan úgy gondolom, hogy arra van szüksége legfőképp mai embernek, hogy egy kicsit oldódjon, kicsit kikapcsolódjon, megérkezzen a mai világba, a külvilágból megérkezzen ide a jogaórára. Akik részt vettek a jogán, azok 10 darab pozitív gondolattal feltüntetett vidám hűtőmágnest kaptak. Nagyon jól éreztem magam, most nagyon tetszett ez a joga, most vettem először részt rajta, az oktató András megdicsért, hogy végigbírtam mindent csinálni. Nagyon kikapcsolódtunk, és nagyon feltöltöttünk lelkileg, és nagyon jó volt. A Boldogság félegészség feladatlap kitöltői között 3 darab 10 alkalmas mozgáskártyát sorsoltak ki. Azok sem keseredtek el, akik nem voltak olyan szerencsések, mivel az egészségfejlesztési iroda ingyenes életmód tanácsadásának igénybevételével ők is mozgáskártya tulajdonosok lehetnek. A szervezők remélik, hogy a résztvevők nem csak testileg, de lelkileg is feltöltöttek.